Bicikliutak épülnek. A kormány célja, hogy a jelenleg meglévő 4000 kilométernyi kerékpárutat a 2020-ig tartó uniós ciklus végére 1500 kilométerrel növelje. Átfogó változtatás. A kormányablakok kialakításának és a feladatok integrációjának az volt a célja, hogy hatékonyabban működjön a magyar közigazgatás. Értékek határon innen és túl. 7 ország szervezeteinek képviselői vettek részt a Nemzetközi Civil Udvar elnevezésű rendezvényen a hétvégén Szabolcs községben. A kormány célja, hogy a jelenleg meglévő 4000 kilométernyi kerékpárutat a 2020-ig tartó uniós ciklus végére 1500 kilométerrel növelje. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár nyírbogáti sajtótájékoztatóján elmondta, ebben az évben 30 településen készülnek el kerékpárút szakaszok, amelyek építése helyi kis- és középvállalkozások számára is munkalehetőséget biztosít. Egy felmérés szerint Anglia és Dánia után Magyarországon választanák a kerékpáros közlekedést a legtöbben megfelelő infrastruktúra esetén. Jelenleg 4000 kilométer kerékpárút van az országban, viszont sok a különálló szakasz, amelyeket a közlekedésfejlesztési program által támogatott új szakaszokkal szeretnék hálózattá bővíteni. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az elmúlt ciklusban 2013 között 850 kilométernyi kerékpárútból 2010 után a nagyobbik hányada 580 kilométer épült meg, és szeretnénk most ebben a ciklusban 14-20-ig legalább 1500 kilométerrel növelni a kerékpárhálózatnak a hosszát. Egyébként elfogadta az előző időszakban, előző augusztusban a kormány a Magyarországos Kerékpáros Programot és mellé a hálózati tervet is, és törekszünk arra, hogy valóban a kerékpárútjaink hálózatba szerveződjenek, és legyen lehetőség valóban olyan turisztikai jellegű kerékpározásra is, a hivatásforgalmi jelentőségén túl, amely a gazdaságot is segíteni fogja. A cél az, hogy itt is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akár Porcsalmán, Ökörító-Fülpös környékén, vagy éppen Kisvárdán, és itt Nyírbától, Nyírdogát, Nyírgelse, Nyírmegyes, Nyírsászári térségében, egészen át Szatmár-Németi irányába elkészüljön a kerékpárút, és hálózatba épülve fogadja a kerékpározókat. Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, a Nyírbogát és Nyírbátor közötti kerékpárút amellett, hogy biztonságosá teszi a közlekedést a 471-es főút mellett, idegenforgalmi szempontból is új távlatokat nyit meg a térségben. Nagy lehetőséget jelent a térségnek, annál is inkább, mert Debrecen és Szatmár-Németi között 130 kilométeren reményeink szerint néhány éven belül elkészül a kerékpárút. Ehhez fog Nyírbátorban csatlakozni a Nyíregyháza Nagykáló Nyírbátori kerékpárút, és ilyen formában Máriapócs, Kálósemén, Nyírbátor, és hát ugye Nagykároly irányába én nagyon remélem, hogy turisztikai lehetőséget is jelent ez majd a térségünknek. Nyíradony polgármestere szerint a kerékpárutak segítségével a közigazgatásilag Hajdú-Bihar megyéhez tartozó város közelebb kerül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez. Ez a közlekedés nagy lehetőség lesz elsősorban. Azt mondom, sajnos nem a munkába járás miatt, hanem sokkal inkább turisztikai kihasználásra ad lehetőséget. Ám bátor, ha belegondolok, hogy Nyírgelsére azért mégiscsak jó néhányan járnak dolgozni Nyíradonyból, akkor mégiscsak haszna lesz ilyen módon is. A Nyírbogát-Nyírbátor szakasz mellett jelenleg Biri térségében épül egy 6 kilométeres szakasz 300 millió forintból, Nagykáló belterületén pedig 4 kilométer út készül 150 millió forintos költségvetéssel. Június 30-áig van lehetőség szankciómentesen megtenni az agrárgazdasági kamarai tagdíjbevallásokat. Aki már a pótbevallási időszakban július 1-e és 31-e között tesz bevallást, annak a fizetendő tagdíj 10%-ának megfelelő késedelmi pótlékot is meg kell fizetnie. Holnapi nap lejár az önkéntes kamarai tagdíj bevallási időszaka. Mindenkit arra kértünk, hogy tegyen eleget ennek kötelezettségének szankciómentesen holnapi nap. Lehet még ezt megtenni, bár most éppen jelenleg is akadozik ez a rendszer,
már jeleztük is a budapesti vezetőség felé, hogyha ez folyamatossá válik ez az akadozás, mivel a megyénkben még körülbelül 50%-on nem tettek eleget ennek a kötelezettségnek, akkor már kezdeményezzük, hogy legyen ez meghosszabbítva, ugyanis úgy gondoljuk, hogy nem büntethető senki azért, mert mondjuk egy nappal a bevallási idő előtt kívánja ezt megtenni. A kormányablakok kialakításának és a feladatok integrációjának az volt a célja, hogy hatékonyabban működjön a magyar közigazgatás, hangzott el a közszolgálati tisztviselők megyei ünnepségén. A változtatások azonban még nem értek véget. A jelenlegi zajló állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos konzultáció olyan kérdéseket is érint, mint például a fölösleges közszolgáltatási díjak eltörlése. A szakmai hozzáértés mellett egy közszolgálati tisztviselőnek empatikusnak, emberségesnek és tiszteletteljesnek is kell lennie, hangzott el a megyeházi rendezvényen. A közigazgatás megreformálása és integrációja a hatékonyabb és ügyfélközpontú ügyintézés céljából jött létre. Nagyon fontos megbecsülni azoknak a szakmai munkáját, akik évről évre, napról napra az egyszerű honpolgárok ügyes bajos dolgait intézik jogszabályi keretek közt. És hát nagyon jól tudjuk, amikor a magyar közigazgatás, a magyar államigazgatás ilyen reformon megy keresztül, és ilyen integráció zajlik le, mint ami legutóbb volt március egy április elsőjével. Nos, ez mindegyik ki számára egy embert próbáló és szakmai kihívást jelentő feladat, legyen az ügyintéző a kormányablakban, vagy legyen kormány megbízott, vagy más szakmai vezető. Az ünnepségen elhangzott a jelenleg is zajló állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos konzultáció olyan kérdéseket is érint, mint például a fölösleges közszolgáltatási díjak eltörlése. A közgyűlési elnök mindehhez hozzátette, a kormányablakok rendszerének kialakításával és a teljes körű integrációval a nagy szerkezeti változások már befejeződtek. A közigazgatási reform célja nyilvánvalóan az, hogy hatékonyabb és jobban teljesítő legyen a magyar közigazgatás, hiszen a köztisztviselők személyes kvalitásaitól természetesen nagyon sok függ, hogy milyen színvonalú egy közigazgatási rendszer, de az, hogy vagy megszervezve a munka, az talán még inkább eldönti, hogy egy közigazgatás hogy működik, ügyfélbarát módon működik, átláthatóan és költséghatékonyan működik-e. Az utóbbi évek közigazgatási átalakításai ezt a célt szolgálják, jól teljesít ebben a magyar közigazgatás és a Szabolcs-Szatmár-Berek megyei köztisztviselői kar is. 2003-tól évente 10 fő részesül a Szabolcs-Szatmár-Berek megye közigazgatásáért díjban. Azok a kormánytisztviselők vagy önkormányzati tisztségviselők kaphatják meg az elismerést, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munkájukban. 7 ország szervezeteinek képviselői vettek részt a Nemzetközi Civil Udvar elnevezésű rendezvényen a hétvégén Szabolcs községben. A program lehetőséget adott arra, hogy a civilek erősítsék határmenti kapcsolataikat, közös programokat generáljanak, valamint tájékozódjanak az Európai Unió adta támogatási lehetőségekről. A Nemzetközi Civil Udvarba Lettországból, Hollandiából, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából, Ukrajnából és hazánkból érkeztek civil szervezetek. A program megvalósítására a Vidékkincse Egyesület nyert közvetlen brüsszeli forrást. A megyei fejlesztési ügynökség a működtetője a Europe Direct információs központnak, és ugye nekünk az egyik legfőbb feladatunk az, hogy a közvetlen közösségi brüsszeli források lehívásának a lehetőségét népszerűsítsük a civil szervezetek körében, tehát ez az egyik indoka annak, hogy itt vagyunk. Másik az, hogy projektek generálásával, pályázatok írásával, menedzselésével foglalkozunk, nem csak az önkormányzat és a vállalkozói szféra számára elnyitva az ajtunk, hanem ugyanúgy a civil szféra számára is tudunk segítséget nyújtani. A rendezvényen bemutatkozó civil szervezeteknek lehetőségük volt arra, hogy elmélyítsék nemzetközi kapcsolataikat, illetve új együttműködéseket generáljanak. Mi Délvidékről érkezünk, és hát beszeretnénk mutatni úgy Délvidéket, mint ahogy mi lássuk az otthoni szemszögből, és hát valójában mi alulról kezdeményező civil szerveződésképpen elindítottunk egy vállalkozást, a falusi turizmust, ami hát valójában van egy állami, és vagyunk mi. És most már így behálóztuk Délvidéket, magyar falvakba,
fogadunk Magyarországról és a Kárpát-medencéből érkező olyan vendégeket, hogy ezzel is segítsék az otthonmaradást, hogy az útlevél ne arról szóljon, hogy kivándoroljunk, hanem hogy otthon maradjunk, és hát bemutassuk az 1000 éves múltunkat. A rendezvényen jelen volt Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője is, aki szerint a civilek hatékony tevékenysége erősíti a határmenti kapcsolatokat, különösen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Régen valahogy a diplomácia az mindig a királyok, államok tevékenysége volt, a nemzetközi kapcsolatok szervezése, és ez sokszor pozitív volt, de volt, amikor ellenségeskedésbe, háborúba csapott át, de az igazi kapcsolatokat, az embertől embertől tartó kapcsolatot, azt a civil szervezetek valósítják meg a 19. századtól, vagy például a testvérvárosi kapcsolatokat is megemlíthetem, azt egy német és egy francia város kötötte először 1950-ben, amikor az Európai Unió elődje létrejött, ugye, és manapság itt most több országból itt vannak a civil szervezetek, a testvérvárosi kapcsolatokat erősítik, illetve egy-egy területen szoros kapcsolatot építenek ki. Szabolcs községben megemlékeztek Szent László királyról is, akinek vezetésével 1992-ben itt tartottak egyházi zsinatot és törvényhozó országgyűlést, törvénykönyvet alkotva az országnak. Szombaton zárult a Magyar Színházak 27. fesztiválja Kisvárdán. A díjazottakról a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. Stabil motorokat, mezőgazdasági munkagépeket és munkaeszközöket láthattak azok, akik Újfehértóra látogattak a hétvégén. Az országos gépészkovás találkozót 7. alkalommal tartották meg. Rekordnak számít, hogy idén több mint 80 kiállító mutatkozott be. Az All Star Csenger csapata nyerte az első alkalommal megrendezett Buzánszky Jenő kispályás labdarúgó tornát. A háromnapos szamoskéri rendezvényen 32 csapat lépett pályára. Szombaton zárult a Magyar Színházak 27. fesztiválja Kisvárdán. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fődíját a Nagyváradi Szigligeti Színház a Mi Osztályunk című előadása kapta. Életműdíjat vehetett át Dobre Kótai Judit díszlet- és jelmeztervező, valamint László Sándor színész rendező, az Újvidéki Művészeti Akadémia egyetemi tanára. A díjkiosztót követően a közönség Udvaros Dorottya Majdnem valaki című lemezbemutató koncertjét láthatta a várszínpadon. A fesztivál díjkiosztó ünnepségének résztvevőit köszöntötte Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere, aki kiemelte, a rendezvénysorozatot a közönség szeretete élteti már 27 éve. A díjakat Sesták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter adta át, aki televízión kérdésére elmondta, a következő fesztivál már megújult környezetben várja majd a résztvevőket. A kormány a várprogram keretében a 14-20-as forrásra pénzt különít el az Európai Uniós forrásból, és örömünkre Kisvárda vár is belekerült, és ráadásul egy olyan formában, hogy nem csak egy állagmegóvás történik a várba, hanem magát egy rekonstrukcióra is sor kerül, és ezen kívül azok az elemek is megújulhatnak, mint például itt a várszínpad, tehát reményeink szerint, ha nem is jövőre, de mondjuk 2 év múlva biztos már egy megújult technikával és megújult helyszínen fogjuk tudni fogadni a színház látogatókat. A szakmai zsűri díját a Nagyváradi Szigligeti Színház a Mi Osztályunk című előadása kapta. A zsűri több egyéni díjat is odaítélt a résztvevőknek. Az idén a korábbi évekhez hasonlóan az előadásokat a közönség és szakmai zsűri is értékelte. A fesztivál egy roppant igényes válogatás alapján jött létre. Kulcsár Edit, valamikori debreceni kolléganőm, igen kiváló és alapos munkát végzett. Sok értékes előadás volt, és kevés díj. Több díjat is ki tudtunk volna osztani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 művésznek adományozott életműdíjat. Dobre Kótai Judit, díszlet- és jelmeztervező, a romániai színházi élet kimagasló egyénisége, stílus és szemlélet meghatározó alkotásaiért részesült az elismerésben. A másik életműdíjas László Sándor, a Vajdasági Színházi Élet meghatározó személyisége, aki a díjat elhivatottsága elismeréseként vehette át. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. Természetesen az elismerésnek is örülök, de a legfontosabb számomra az, hogyha jelen lehetek egy ilyen eseményen, ugyanis nagyon fontosnak tartom ezt a fesztivált. A díjak átadását követően Udvaros Dorottya Majdnem valaki című lemezbemutató koncertjét láthatta a közönség a Kisvárdai Várszínpadon.
Stabil motorokat, mezőgazdasági munkagépeket és munkaeszközöket láthattak azok, akik Újfehértúrra látogattak a hétvégén. Az országos gépészkovás találkozót 7. alkalommal tartották meg. Rekordnak számít, hogy idén több mint 80 kiállító mutatkozott be. Érkeztek gépek a megye több pontjáról és a megye határon túlról is. A traktoros felvonulás után a város főterén bárki kipróbálhatta és beindíthatta a Matuzsálem szerkezeteket. Ez a Kállai Lajos gépgyárából származó stabil motor volt az egyik kuriózum a gépészkovács találkozón. Az 1920-as években gyártott benzinüzemű négy motoros gépet a daráló malmok és a cséplőgépek hajtására használták. A veterán járművek és gépek gyűjtőinek találkozóját idén 7. alkalommal tartották meg Újfehértón. Én azt hiszem, hogy talán nagy képviség nélkül kijelenthetjük itt Újfehértón, hogy Magyarországon ezt az újfehértói gépészkovás találkozót az első három rendezvény között szokták emlegetni, úgyhogy mi örülünk neki, hogy onnan, ahonnan indultunk, 2009-ben sikerült ezt most már elérnünk, nagyon sok a kiállító, 80 körül van most a kiállítóknak a száma. A munkagépek és eszközök között minden évben van egy-egy igazi különlegességnek számító darab. Ez alkalommal ez a légcsavaros és védőhálós puttonymotor kábráztatta el a hozzáértőket és a laikusokat is. Ez egy háti motor, ezzel tudunk siklóelnyővel a levegőbe emelkedni, hegy nélkül. Kimegyünk egy pusztába, kiterítjük az elnyőt, felveszik a hátunkra, beindítjuk, és akkor kásztorunk, és onnantól kezdve egy ilyen 5-10 méteren belül már levegőbe vagyunk. Albert Irsa, Békés Csaba, Záhony, az ország szinte minden szegletéből érkeztek mezőgazdasági gépek és motorok. A gépészkovács találkozón rekordnak számító több mint 80 kiállító vett részt. Nagy részük munka mellett gyűjti a régiségeket. Gyerekkorom óta traktorral kezdtem, buszvezetőként végeztem, és összejöttek. Kínálatot nem utasítottam vissza. A szervezők szerint a gyűjtők bemutatkozása nem csak öncélú szórakozás, szeretnék megismertetni a régi mezőgazdasági munkavégzés kultúráját, a géprégiségek szépségét és a korszakalkotó találmányokat. A résztvevők szerint az ehhez hasonló kiállításoknak köszönhetően a matuzsálemi gépek gyűjtése újra népszerű hobbivá válhat. Újfehértón református családi napot is rendeztek a hétvégén első alkalommal. A lelki és fizikai feltöltődést megcélzó, a családok fontosságát hangsúlyozó programon több mint 600-an vettek részt. A gyerekeket színes programokkal, színdarabbal és bábjátékkal várták, a szülőket pedig a házasság és a gyermeknevelés témakörében tartott előadásokkal. Baracsi István református lelkész szerint ez az alkalom nem csak a közös ünneplésről szólt, hanem arról is, hogy a református gyülekezet a templomon kívül hirdetheti Isten igéjét. Az ige hirdetésben, amelyet az alkalom elején mondtam, Józsué könyvéből vettük a bátorító üzenetet, amelyben azt mondja Isten népének a vezetője, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Mi az Isten háza népe vagyunk, nem szolgálhatunk két urat, nekünk egy urunk van, egy Istenünk van, aki fiában úgy mutatta meg irántunk való szeretetét, hogy az életét adta értünk, azért, hogy mi élhessünk. És én úgy gondolom, hogy ez a mostani alkalom ennek az élő bizonyítéka, hogy nem csupán vagyunk, létezünk, hanem aktívan jelen tudunk lenni ennek a városnak az életében. Az All Star Csenger csapata nyerte az első alkalommal megrendezett Buzánszki Jenő kispályás labdarúgó tornát. A háromnapos szamoskéri rendezvényen 32 csapat lépett pályára. Az elmúlt két évben már rendeztek kispályás futballtornát Szamoskéren, az idei alkalom azonban különleges volt, a torna ugyanis felvette a januárban elhunyt Buzánszki Jenő nevét. Az aranycsapat hátvédje többször is megfordult a településen. Ez volt az élete. Az élete, a különböző fellépések, és egyáltalán az, hogy az ország minden szegletébe elvigye azt a szellemiséget, amit ő képviselt. A tornához kapcsolódóan egy kiállítást is rendeztek, amelyen Szamoskér alpolgármestere az aranycsapathoz köthető relikviáinak egy részét tárta a nyilvánosság elé. Ez egy nagyon hosszú gyűjtésnek az eredménye. Van nagyon sok erekém, szerintem nagyon nagy sikere lesz a világbajnoki ezüstéremnek 1954-ben, amit átadtak a 22 játékosnak, három az itt van megtekinthető, látható, kézzel fogható.
de nagyon-nagyon sok minden. Főleg most a Jenő bácsi nevére emlékezve, főleg az 50-es időszaknak, az 50-es éveknek az időszakaiból állítottam ki. Nagyon sok minden van még otthon, de nem lehet mindent kiállítani, és próbáljunk meg egy korra fókuszálni. A megyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a jelen futballisták is megismerjék a magyar labdarúgás történelmét. Megmondom őszintén, amikor beléptem ide, akkor leesett az állam, és amikor a polgármester úr végig kísért, és elmondta, hogy melyeknek mi a története, akkor így végpörgettem magam, hogy úristen, mennyi munka van ebben. És azt mondom, hogy nagyon meg kell becsülnünk valóban az ilyen kovász embereket, akik tesznek azért, hogy egyrészt megmaradjon a múltunk, másrészt az, hogy az valóban el is jusson ahhoz a közeghez, aki ebből kell, hogy építkezzen. És Szamoska ugye egy kis telep, és azt hiszem, hogy jó páran meglepődtek már, amikor ide eljöttek, és meglátták azt, hogy milyen csodákat visznek véghez ezen a kis településen, és úgy gondolom, hogy méltóképpen ápolják Buzánszky Jenőnek is az emlékét. A háromnapos rendezvényen 32 köztük több határon túli csapat lépett pályára. A tornát végül az All-Star Csengel nyerte, a második helyet a debreceni Sandland Solarium szerezte meg, a harmadik helyen a Géberjén, a negyediken pedig a kolozsvári Bent Knop együttese végzett. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. A kormány célja, hogy a jelenleg meglévő 4000 kilométernyi kerékpár utat a 2020-ig tartó uniós ciklus végére 1500 kilométerrel növelje. Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár nyírbogáti sajtótájékoztatóján elmondta, ebben az évben 30 településen készülnek el kerékpárút szakaszok. A kormányablakok kialakításának és a feladatok integrációjának az volt a célja, hogy hatékonyabban működjön a magyar közigazgatás, hangzott el a közszolgálati tisztviselők megyei ünnepségén. A változtatások azonban még nem értek véget. A jelenlegi zajló állami rezsicsökkentéssel kapcsolatos konzultáció olyan kérdéseket is érint, mint például a fölösleges közszolgáltatási díjak eltörlése. Hét ország szervezeteinek képviselői vettek részt a Nemzetközi Civil Udvar elnevezésű rendezvényen a hétvégén Szabolcs községben. A program lehetőséget adott arra, hogy a civilek erősítsék határmenti kapcsolataikat, közös programokat generáljanak, valamint tájékozódjanak az Európai Unió adta támogatási lehetőségekről. A Kölcsei Televízió hétfői hírműsorát látták. A legfrissebbekkel kedden este jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, északnyugat felől nedves, majd késő estétől már ismét szárazabb levegő érkezik fölénk. Éjjel gyakran lesz erősen felhős az ég, zápor valószínű, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több-kevesebb napsütéssel, majd délelőttől gomoly felhős, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északi szél helyenként megélénkül, délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hét közepétől száraz levegő lesz felettünk, így csak kevés felhő zavarja majd a napsütést, csapadéknak is kicsi az esélye, fokozatosan melegszik az idő. A hét végén, jövő hét elején pedig már nem csak száraz, de igen meleg is lesz a fölöttünk lévő levegő, emiatt országszerte derült, napos, száraz időre van kilátás, ekkor már ismét igazi kánikulára, helyenként forróságra számíthatunk.